Sziasztok! Ez az eddigi kedvenc gimbalom, a DJI RSC 2. Beszéljünk róla, csak ezt a Force Mobile-os irányítást kikapcsolom. Integessetek! Ha már követitek a csatornámat, akkor tudhatjátok, hogy egy ilyen one-man show vagyok, tehát mindent magam csinálok a videózásban, egyáltalán nem vagyok egy profi filmes, nincs ilyen végzettségem, és az egyes kiegészítők, amik ugye segítenek abba, hogy még jobb tartalmat, még jobb minőségi szinten tudjak csinálni nektek, nekem mindig egy ilyen új, izgalmas terep, amivel megismerkedhetek. A gimbal és ugye a stabilizátor is egy ilyen kérdés volt, eddig egy ilyet használtam ezelőtt, az sem az ilyen óriási cage nagy dolgok, hanem pont ennek az előző verzióját, konkrétan a Ronin S-t használtam, arról készült egy videó, itt megnézhetitek. Azzal több bajom volt. Például volt egy utazás, azt is ide belinkelem, elvittem Máltára, és azt vettem észre magamon, hogy nincs kedvem magammal vinni, nehéz összerakni, nem olyan könnyű használni, mindig be kell állítani, hiszen ahogy elrakom, akkor az egyes axisok, amik vannak, ugye, hogy így össze lehet rakni egy gimbalt, amit egyszer beállítottam, azt el kellett ejteni, mert különben nem lehetett összepakolni, összecsukni, és nem volt kedvem használni. Ez a problémám a DJI RSC 2-vel megszűnt. Kompakt, könnyű, egyszerűen össze lehet csukni és kinyitni, egyből lehet használni, és baromi jó élmény maga a használata is, és az eredménye is. Hogyha megnézünk összehasonlításokat, berakok ide egy képernyőt, ahol a RS2, ami egy 100 000 forinttal drágább eszköz, és az RSC2-nek a stabilizálás végeredményét látjátok. Nincs nagyon különbség, főleg, hogyha még posztba rárakunk egy stabilizátort, vagy használunk valamilyen plugin-t. Zseniális! Imádom! A videó második felében elmondok róla mindent, a specifikációt, hogy mit szeretek, mit nem, hogyan lehet használni, miért ezt választottam, viszont most jöjjön egy ilyen kis creamy b-roll, amit ugye szoktam csinálni, és ehhez mind-mind az RSC2-t használtam. Kezdjük el, intro és a b-roll. Hogy tetszett, kérlek kommentbe írd le, hogyha meg bejött, akkor egy lájkkal is tudsz támogatni. Szóval, ahogy mondtam, én a DJI RSC 2 mellett döntöttem az RS2-höz képest, viszont ebből a Pro Combo-t vettem meg, amiben például itt alul látható, fogok még erről beszélni, benne van a Raven Eye, különböző kiegészítők, és egy sokkal stabilabb amúgy, ha jól emlékszem, alumínium vagy magnézium, valami ilyesmiből van a váz, amire rá lehet rakni, állványként lehet használni. Az RS2 mellett szól az, hogy szerintem jobban néz ki, kb. Ugyanolyan nehezek mind a kettő gimbal, de az a karbon annyira jól néz ki, illetve hogyha valaki tényleg egy professzionális felhasználó, akkor sokkal több kiegészítő van hozzá, könnyebben lehet ezekhez a külső kiegészítőkhöz hozzá kapcsolni, amikor autóra szeretnénk rakni, vagy például egy sinen használni, bármi olyan, mondjuk egy Jimmy-n, egy Jeep-el használjuk. Ez az én szintemen egyáltalán nem preferencia, hiszen nincsenek ilyen kiegészítőim, nem is tervezem, de hogyha bármikor tervezném, akkor nyilván ezt el lehet adni, és le lehetne cserélni.
Ami még talán az RS2 mellett szól, hogy neki egy érintő képernyője van, és például, hogyha ez a Raven Eye, amit mondtam, ez a kis külön kiegészítő, ami igazából arra való, hogy trackelni lehet, erről fogok ugye később beszélni, ott azt láthatom magán a kijelzőn, de annyira mégsem jó a kijelző, hogy be tudjam állítani, hogy mit szeretnék trackelni, úgyhogy nyilván jobb érintőképernyőn állítani dolgokat, de ami pont a Ronin eredetivel, a Ronin S-sel bajom volt, hogy olyan rossz volt az irányítás, a menü, nem is volt kijelzője. Az RSC2 kapott egy nagyon jó kis kijelzőt, van rajta egy dial, így a régi iPodoknak erre a körére emlékeztet, nagyon könnyen el lehet érni mindent, és hogyha bármi más beállítást szeretnék, akkor meg ott van egy nagyon jó mobilapot csináltak meg. A mobilapról is azt kell tudni, hogy mind az RS2-nél, az RSC2-nél is ugyanaz. Ha kreatív módokat szeretnénk használni, például timelapse-eket készíteni, beállíthatunk ilyen waypointokat, tehát hogy honnan, hova menjen el, milyen időközönként, és gyönyörűen szépen átmegy A-ból B-be a gimbal, valamint amit az elején mutattam, hogy ugye lehet használni egy ilyen joystick helyett egy Force Mobile funkciót, és akkor kvázi így tudom kezelni a gimbal, tehát ha mondjuk valaki fogja, kezeli, más meg szeretné irányítani, hogy éppen mit lásson a kamera, akkor ez egy ilyen két emberes munka, de nekem a kedvencem az az, hogy mivel HDMI kábellel össze tudom kötni, a mobilon láthatom, hogy mi történik, és ha mondjuk csak egy olyan felvételt, hogy nagyon lentről fölfele megyek, akkor az egyik screen fölfele van állítva, a másik lefele, és folyamatosan látom azt, hogy konkrétan mi történik benne. Vegyük át a specifikációt. Az RSC2 szerintem tökéletes kisebb DSLR, vagy pedig MILC gépekre, ugye nekem a főgépem, amin most is veszek fel, azért csak a Sony ZV-1-et raktam ide, hogy látszódjon valami, de ugye a Sony A7S3-mal szoktam használni ezt a gimbalt, és rajta vagy a 24GM van, vagy a 2470, ami egy elég nehéz és nagy objektív, de tökéletesen elbírja. 3 kg-ot elbír az RSC2. Ha sokkal komolyabb szettünk van, vagy súlyosabb kamerát, objektíveket szeretnénk rárakni, akkor valóban az RS2 felé kell menni, ugyanis az 10 kg-ot, tehát az ilyen nagy cinema kamerákat, mint például egy Canon C300 cinema lencsével, azt is simán elbírja, az RS2 ezt nem bírja el, de ahogy ugye mondtam, nekem erre nincs is igazából szükségem. Még egy kis összehasonlítás a Ronin S-sel, ugye az első generációval, az nehezebb volt, és képzeljétek el, hogy még kevesebbet bírt, tehát azért, hogyha már egy nagyobb gépet raktunk rá, MILC-ről beszélek, nem a C300-as kanonokról, egy olyan objektívvel, akkor elkezdett remegni. A Ronin SC-ről pedig nem is beszélve, arra még egy sima MILC-et is nehéz volt rárakni, és simán tudott remegni, és hát egy stabilizátornál pont az a lényeg, hogy ne legyen benne semmilyen remegés, hanem gyönyörűen minden zökkenőmentesen látszódjon az egyes nitteken, amiket felveszünk. Úgyhogy az RSC2 az 25%-kal könnyebb, ami annyira nem sok, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a súlyelosztását gyönyörűen az alsó gripbe, ahol fogjuk a gimbalt, oda helyezték el, ezért egyáltalán nem megterhelő használni, akár órákon keresztül, amikor például a táncos bírról csináltam, ha nem láttátok, azt is ide kattintva megnézhetitek. Egy 3 órán keresztül forgattunk, simán bírtam, nem fáradtam el, kényelmes volt tartani, és hogyha már említettem, hogy 3 óra, hát az aksia, ugye itt be van építve, ez is egy különbség az RS2-höz képest, mert az RS2-nek egy levehető aksia van, ezért lehet, hogy azt a fejet sok kiegészítőre ugye rá lehet rakni, de itt rajta van az aksi, és simán egy napot bír, de hogyha valamiért ilyen harakiri módban vagyunk, vagy van például egy sport mód rajta, amivel nyilván intenzívebben használja a motorokat, és kellene töltenünk közben, akkor van rajta egy USB-C-s csatlakozó, zsebünkbe lehet például maga egy ilyen külső aksi, ugye egy powerbank, és akkor viszont annyit használjuk, amennyit csak szeretnénk. Az egésznek egy ilyen prémium érzése van az előzőnél, a Ronin-esnél, minden olyan gagyinak tűnt, vagy ami elől van például egy ilyen kis forgatható dial, az gagyi volt, beakadt, nem lehetett szépen használni, és hogyha volt egy fókuszmotorunk, ami arra jó, hogy rá lehet rakni ugye a cserélhető objektíves gépeknél ide előre, és ezzel az első kis kerékkel
tudjuk azt a motort szabályozni, és ezt akár zoomra, tehát nagyításra, közelítésre, vagy pedig a fókuszállításra tudjuk használni. Ezt az előző generációkban oldalt kellett használni, és ahogy fogtuk, valahogy próbálni még oldalt hozzáérni, nehéz volt, pont a stabilitást elvesztette, de ez olyan, mint elől egy ilyen, minthogyha lőnénk, amúgy alatta van is egy gomb, amivel fixálni lehet az egészet, tehát akkor ráraktuk arra a célpontra, amire mi szeretnénk mondjuk közelíteni, és akkor nem fog elmozogni semmelyik irányba se. Felette meg tudjuk ugye például a fókuszt, vagy hogyha a zoomra rakjuk, akkor ugye a távolságot változtatni. És hogyha már itt tartunk, ugye, hogy azt mondtam, hogy lokkolom, tehát ugye az alsó gombbal beállítom azt, hogy csak egyfelé menjen és ne változtasson, ne dőljön el. Nagyon sokféle módot lehet használni. Van az FPV, mint a drónnál, hogy bármerre dől, ez mondjuk krimi bírólokhoz, vagy amikor egy ilyen átvezetést szeretnék, de van például a PF, ami pont az, hogy tökéletesen egyenesen marad, nem megy se balra, se jobbra, esetleg fel és le tudom azt állítani, ugye ez a pen tilt funkció, hogyha mondjuk azt szeretném, hogy azért el tudjam mondjuk fölfele vagy lefele irányítani, pont a budapesti projekt ez, ami majd egy kis idő múlva fog kijönni, oda vettem fel a Bazilikába egy snittet, és mentem előre, és közben felfele tartottam, és úgy a Bazilika gyönyörű kupolának a közepére így fel tudtam menni, viszont hogyha nem így szeretném csinálni, van rajta egy joystick is, és azzal is tudom ugyanezt irányítani. Még másik módok például a roll, imádom a rollt, azt úgy képzeljétek el, mintha egy ilyen elemlámpa módban lenne, előre van, és tudjuk forgatni, illetve én még akkor is szoktam ezt a roll módot használni, hogyha nem is forgatom körbe-körbe a kamerát, hogy ha valamilyen mondjuk lukon keresztül szeretném kihúzni vagy bedugni, akkor nagyon jól néz ki, és sokkal jobban ugye átmegy az egészen, hogyha így tartom, akkor nem tudnám behelyezni az adott részbe. Úgyhogy ez is egy szuper mód. Hát azért egy 1,2 kg és rárakjuk a kamerát, tehát bőven 2 kg felett leszünk ezáltal. Én nem nagyon javaslom selfie-re, de van benne selfie mód is, és akár selfie-t is csinálhatnánk vele, vagy például vlogolás közben ezt használhatnánk. Én nem használom, úgyis azt egy nagyon széles látószöggel használjuk. Van ugye magában a gépben egy kis stabilizáció, általában az objektíveken is van, a kamera tudja digitálisan is, és egy vlogba, nagy látószögbe belefér, ez meg ahhoz nehéz. Ami viszont nagyon király, hogy van benne portré mód, tehát ha mondjuk kifejezetten Instastory-ra, vagy mondjuk TikTokra forgatunk, akkor át tud állni, és alapból úgy veszi fel a kamera, hogy nem utólag kell megvágnunk, ezért mondjuk magát a felbontást, vagy részeket elvesztünk, hanem úgy tudjuk használni a gimbalt is, mint hogyha már portré módban lenne. Végre nem egy nagy táska van, amit amúgy sehova nem vinne az ember, hanem egy ilyen kis kompakt táskába be lehet rakni, bár én ezt már nem használom, ugyanis megvettem Peter McKinnon és a Nomatic kollaborációjában azt a hátizsákot, ezt kívülről belül bemutattam nagyon részletesen, ezt is linkelem ide, nézzétek meg, hogyha még nem láttátok, és érdekel az, hogy mi van a hátizsákomba, és miért annyira jó, miért azt a hátizsákot választottam, vagy milyen más opciók vannak. Na de térjünk át a Raven Eye-ra, hiszen erről már elég sokat beszéltem. Ez igazából egy ilyen videotranszmitter, tehát a videóképet tudja átvinni, viszont ennél többet is tud, hogyha drónoztok, vagy drónozásban láttátok, hogy van az ActiveTrack 3.0, hogy így ki lehet jelölni egy részt abban, amit látunk, és akkor azt fogja trackelni a drón, jelen esetben a gimbal. Tehát ha mondjuk van egy emberünk, és őket szeretnénk fontosan trackelni, akkor tudjuk ezt a módot használni. Nekem ez nagyon jól jött, amikor a táncos videót vettem fel, mert nem voltam biztos benne mindig, hogy ők merre mennek, hogy vannak, de így tudtam azt, hogy a gimbal lehet, hogy még hamarabb is le fogja reagálni azt, amerre ők mennek, és nekem nem kellett arra figyelnem, hogy mindig a középpontban legyenek, hanem ezt támogatta, segítette nekem ugye a gimbal. Hozzátartozik, hogy nem nagyon smooth, krémes, tehát van, hogy néha szaggat, vagy mondjuk lemaradt, késik. Ez nem jön ki akkor, hogyha mondjuk egy sima felvételről van szó, amit nem gyorsítunk fel, sőt lassításban még kevésbé jön ki, de én szerettem volna ezt az ActiveTrack-et hyperlapse-ekre is használni, és végül ez az egyik nagy csalódás, de nem a gimbalnak a hibája, hogy rájöttem, hogy nem tudom megúszni azt, hogy ne külön képkockákba csináljam meg a hyperlapse-eket, mert annyival jobban lesznek. Lehet gimbollal is, de
utólag amúgy sokkal nehezebb lesz vele dolgozni, és nem lesz olyan jó minőség, mint hogyha külön képkockákból raknánk össze, még akkor is, ha az Active Track-et használjuk. Lehet, de mondom, nem ugyanaz, úgyhogy ezt inkább akkor, amikor sima 25 fps, 30 fps, 24 fps-be, vagy pedig lassításba vesszük fel, arra nagyon jó, és megint az, hogy láthatjuk azt, hogy ide tudjuk rakni amúgy a telefonunkat, és látjuk, hogy mi történik rajta. Ez egy szuper dolog, ez a Pro Combo-nak a része, külön is meg lehet venni, de a Pro Combo-val nyilván a legjobb árban, és azt is el kell mondanom, hogy úgy, hogy én az RSC2-t választottam ebben a Pro Combo-ban, még így is olcsóbb volt, mint a sima RS2 gimbal, és ennyire sok extrát, a kábeleket, a jobb balátétet mind megkaptam hozzá. Mi a negatívum a Raven-eye-jal? Hát az egyik az, hogyha a trackkel tárgy és köztünk valami jön, akkor elveszti és ide-oda elkezd kapkodni, és nem tart ki, vagy nem tudja mondjuk valamilyen mesterséges intelligenciával azt kiszámítani, hogy merre kéne neki menni. Valamint azt sem tudjuk beállítani, hogy melyik axis trackkelje. Tehát mind a három axison zajlik a trackkelés, és nem tudom azt, hogy mondjuk én meg szeretném hagyni azt, hogy hol van a horizont, hogy milyen tilt beállítottam be, tehát hogy az hogy van. Csak azt szeretném, hogy ha balra-jobbra megyek el, akkor az legyen lekövetve. Mind a kettő, mind a három axis is változik. Talán ez is az egyik oka annak, hogy például Hyper lesz, nem jó, mert hogyha mondjuk csak az egyik axis trackkelését be tudnám rajta állítani, akkor biztos, hogy egyszerűbb és jobb eredményt lehetne kapni egy Hyperlapse kapcsán is. Reméljük, hogy egy jövőbeni szoftverfrissítésbe ezt is engedélyezni fogják, de egy biztos, az, amit ez az eszköz tud, az régen baromi nehéz volt, és legtöbb esetben több emberre kellett hozzá, most pedig egy ilyen egyszemélyes hadseregként ezzel és a technikával el tudjuk érni. Beszéljünk arról, hogy mi az, amit szeretek. Hát az egyik kedvencem az eddig elsoroltakon kívül, hogy egy úgynevezett Acras Wiz plate van rajta, tehát az, amivel csatlakozik maga a kamera, az egy szabvány, és például a Ronin-esnél pedig egy saját talpat kellett rárakni a fényképezőgépre, és ez is egy olyan pont volt, ami miatt nem szerettem használni, mert akkor ami alapból a fényképezőn volt, azt le kellett venni, megkeresni a Roninét, feltenni, rácsúsztatni, még beállítani mindent. De most, hogy Acras Wiz van rajta, én mindenben áttértem, háttérben látjátok, most egy fényt ad az állványom, annak is Acras Wiz csatlakozója van, amire most felraktam, és ahogy most beszélek hozzátok itt az asztalomnál, az A7S3-nak van egy ilyen tartója, felső nézetbe is, amikor néha egy ilyen top-down view-t szoktam mutatni, ott is Acras Wiz csatlakozó van. Tehát ez azt jelenti, hogy vettem nyilván több ilyen kis talpacskát, csatlakozót, ez van mindegyik eszközömön, ott például a fényen, az EV1-en, A7S3-on, és ezzel a csatlakozóval az összes állványomra, asztali, vlogos, a nagy állvány és a gimbalra is rá tudom rakni, és nem kell vele szívnom. Már ez is egy olyan, hogy már ezért van kedvem használni. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon egyszerűen lehet váltani a között, hogy én most magát a gimbalt használom, vagy pedig gyorsan leveszem a gépet róla, van itt egy csatlakozó, most amúgy azért nem veszem le a gépet magát, mert mindenféle kábel össze van dugva, de amúgy egyetlen egy kattintással le tudom húzni, és kézzel tudom folytatni, tehát amikor mondjuk vagyok egy forgatáson, vagy vlogolok, akkor nincs az, hogy várjatok, álljunk meg egy kicsikét, vagy én mondjuk, hogyha beszélek, akkor a vlogolásból kiesek, hanem tényleg kat-kat, kivettem, ennyi az egész. A következő, amit imádok benne, már részben említettem, hogy nem kell újra balanszolni. Mindegyik axison van egy zár, tehát össze tudom egy pillanat alatt így pattintani, nem fognak lifegni a dolgok, úgy megáll, ahogy van, és tudom szállítani. A Ronin-esnél ezt is utáltam, hogy mindig félnem kellett, hogy merre lifeg, hogy megy ez az egész rendszer, és aztán újra kalibrálni, mert hogyha meg összecsuktam, akkor nem tudtam abba a módba hagyni, ahogy van. Ez meg így, ahogy van, egy pillanat alatt összecsukom, használom, tudok vele menni.
ez is egy olyan, ami miatt azt mondom, hogy egy praktikus eszköz, ami a gyors, pörgő forgatás, vagy vlogolás, vagy alkotás közben szállítható, egyszerűen kis helyre elrakható. Bevágom ide, Péter McKinnon például úgy vette elő, hogy egy húdi volt rajta, és konkrétan kihúzta az első zsebéből, mert annyira pici, és olyan könnyen össze lehet rakni az egészet. Egyszerűen hihetetlen, hogy a technika mekkorát fejlődött. Az, ami egy régi, filmes, nagy ilyen kézes dolgokba több emberes volt, akár több millió forintba került, most egy ilyen kis kompakt, egyszerű, easy to use eszköz, és aki gondolkozik ilyenen, van már mondjuk egy jó DSLR Milc gépe, és szeretne még stabilabb felvételeket csinálni, egy nagyon elérhető áron, könnyen kezelhető, profi eredményt adó eszközt tud venni. Én nagyon örülök, hogy megvettem, ahogy a Roninest megvettem, el is adtam kb. Egy pár héten belül az utazás után. Ez biztos, hogy megtartom, és már rengeteg felvételnél segített, és olyanokat tudtam megcsinálni, amit amúgy képtelenség lett volna. Nagyon sokat alkalmaztam amúgy a Budapestes filmbe, ami hamarosan jön ki, úgyhogy hát ott FPV drónozás is lesz, nagyon krémes, bírólok, úgyhogy ha nem vagy még feliratkozva, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és nyomja a csengőre is. Ha pedig érdekes lehet valakinek ez az eszköz, akkor sokat segítesz azzal, hogyha megosztod vele a videót, vagy kiposztolod valahova, nyomhatsz egy lájkot is, és beszélgessünk, kommentbe írd le a véleményed. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!